Hello, sziasztok, Sanyi Szolat vagyok, köszöntöm titeket ebbe a mai videóba. A mai videómban szeretnék nektek egy játékot bemutatni, ami nem más, mint a Mame Trick. Nem hinném, hogy sok ember ismeri ezt a játékot, mivel nyáron jelent meg az 1.0-as verzió, természetesen demo verzió, és most október 31-én jelent meg az 1.1-es demo verzió. Nos, hogy mi is ez a játék? Na, legnagyobb érdekessége az, hogy a fejlesztői magyarok. Tehát a játékfejlesztői nem más, mint a Fatal Cage nevezetű csapat, akik fejlesztik ezt a játékot, és igen, magyarok. Ami nagy ritkaság így a játékok terén, hogy magyar fejlesztőkkel találkozik az ember. Na de akkor lássuk is, hogy milyen ez a játék pontosan. Maga így ránézésre a játék első látásra nem tűnik nagy számnak, hiszen itt egy 2D-s játékról beszélhetünk, de egy grafikailag sem úgy gatyolt szinten. Nos, a Mame Trick egy logikai játéknak tudnám legjobban leírni, egy Survivor logikai játéknak, mivel a játékban a célunk az, hogy elpusztítsuk a penészeket. Igen, jól hallottátok, a penészeket. Nos, hogy milyenek is ezek a penészek? Hát ezek a penészek úgy néznek ki, mint egy gombák, vagy nem is tudom, ilyen kis szürke kis heteseknek tudnám leírni őket, amik nem hetesek igazából. Nos, lényegében nekünk a feladatunk az, hogy ezeket elpusztítjuk. Nos, hogy hogyan is tehetjük meg azt, hogy mi elpusztítjuk ezeket az úgymond a penészeket. Lényegében nekünk energiát kell gyűjtenünk. De hogy hogyan is lehet energiát gyűjteni, az a legnagyobb kérdés ebben a játékban. Nos, aki így elsőnek belép a játékba, gondolom, mindenki úgy van vele, hogy a tutoriált elsőnek végigcsinálja. Nos, a tutoriálban ott szépen meg lehet tanulni, hogy hogyan is lehet energiát szerezni, és utána egyből kezdhetitek is a játékot. Nos, aki úgy döntött, hogy velem tart, és nem szeretne tutoriált is végigcsinálni, az most nagyon jól figyeljen. Nos tehát, ugyebár ezek a kis ládák, dobozok, amik itt vannak a játékban, ugyebár van zöld, piros, sárga, fekete, lila, ezekben különbözőféle növények, állatok vannak, amelyeket ki kell szabadítanunk energia segítségével, tehát vagy előtte kiengedni őket. Ezek segítségének köszönhetően fogunk energiát szerezni, amelyek vagy zöld, vagy sárga golyóként jelennek meg előttünk, ahogy láthattátok, ahogy felvettem az energia gömböket. Nos, tehát a sárga kevesebb energiát ad, mint a zöld. Nos, hogy mennyi energia szükséges nekünk egy doboz kinyitásához, ez a dobozon látható kockákba kiderült, tehát ezek a kis zöld kockák, amik itt vannak. Ezek jelzik számunkra, hogy mennyi energiamennyiség szükséges ahhoz, hogy sikeresen kinyithassuk egy-egy ládát. Na szóval így a játék elsőre biztos számotokra nagyon unalmasnak tűnik, hiszen csak ennyi a dolgunk, biztos fél óra alatt ki fogjuk játszani, na persze, azt hiszitek ti. Nagyon nehéz ez a játék, srácok. Aki elsőre elindítja, biztos vagyok abban, hogy 10 perc után meg fog halni. 100%, 10 perc után. Ahogy én elsőnek elindítottam ezt a játékot, elsőre én is olyan könnyűnek tűnt, hogy nagyon biztos, felálltok itt a bázis, és akkor elment. Nem. Srácok, ez egy nehéz játék. Első ránézésre nem tűnik annak, de az. Körülbelül háromszor játszottam eddig ezzel a játékkal, és harmadjára azért már majdnem sikerült kijátszani, de még mindig nem az igazi. Lényegében itt neked el kell döntened, hogy mit nyitsz ki elsőnek, mert az sem mindegy, hogy hogyan kezded el a játékot. Lényegében minden energiába kerül. Tehát a ládák kinyitása, a fegyverek aktiválása, a falak aktiválása, a lézerek, aknák aktiválása, minden energiába kerülésre. Ezt nektek kell tapasztalni, hogy mit fogtok elsőnek választani. A legtöbb energiát nyilván az ágyuk emésztik fel, de ezt, ahogy több növényt, állatot szabadítottok ki a ládákból, ez természetesen egyre könnyebb lesz elérni azt a rengeteg energiamennyiséget. Most, hogy kiveséztük nagyjából a játékot, térünk rá arra, hogy mi az, ami negatívum, és mi az, ami pozitívum ebben a játékban. Kezdjük azzal, hogy mi az, ami pozitívum ebben a játékban. Kezdjük a pozitívumokkal. Szerintem az egyik nagy pozitívum az, hogy egy igazán egyedi játékkal van dolgunk.
És hogy ez alatt mit értek? Nem hiszem, hogy sok ember találkozott hasonló játékkal, hogy penészeket kell legyőzni egy bolygón, egy ilyen kiskék fickóval. Második nagy pozitívum ebben a játékban az, hogy ez a játék egy menedzsment játéknak is felfogható, mivel itt neked kell eldöntened azt, hogy mit, milyen sorrendben akarsz megcsinálni, ahogy egy menedzsment játékban is, például egy várostervező játékban, ahol neked kell a város megépíteni, és neked kell eldönteni, hogy mi a legfontosabb a te városlakóidnak. Ezért ebben a játékban is itt az a legfontosabb, hogy mivel tudsz sok energiát kinyerni, mivel tudod megvédeni a bázisodat, és hogyan tudod a leggyorsabban kijátszani a játékot. Nos, akkor most térjünk rá a negatívumokra, amik szembetűntek a játékom során. Első negatívum az, hogy ez egy bug lenne, vagyis hát nem tudom, hogy itt tervezték, de szerintem ez egy bug, hogy néha, ahol a sziklák vannak, és elkezdek futni, akkor néha megakad a játékos. Ez nem tudom, hogy ilyen szép bug akar lenni, de szerintem az. Ki akarná úgy véletlen megcsinálni azt, hogy direkt megcsinálni azt, hogy megakadjon a játékos a sziklába, ami szinte nincs is ott, csak úgy ott van. Második dolog. Néha a játék egy kicsit unalmasá tud válni abban, hogy csak oda-vissza kell rohangálni. Tehát lehetne ezen is változtatni, hogy némiképpen lehet valami dolgot csinálni útközben, tehát hogy ne csak oda-vissza rohangál vagy ütöges, hanem hogy valamit lehet közbe fejleszteni, vagy valami hasonlót építeni, vagy valami. Tehát ezt is be lehetne így még építeni a játékba, és így nem lenne annyira unalmas. Hát ez a kettő pozitívum és negatívum jutott így hirtelenében eszembe, úgyhogy gondolom most térjünk rá arra, hogy miket javasolok így a fejlesztőknek. Nos, első javaslatom. Maga a játékban szerintem egy jármű vagy járművek nem lenne rossz beépíteni, mivel ez az oda-vissza rohangálás néha egy kicsit fárasztó tud lenni, hogy csak ennyit tudunk csinálni. Nem azt mondom, hogy unalmassá teszi a játékot, csak egy picit, de meg lehet szokni, de szerintem egy jármű beépítése nem lenne rossz ötlet. Tehát egy kicsit megkönnyíteni a kis emberkéntnek a dolgát is. Természetesen nem arra célzok, hogy már ugye egyből a játékkezdésnél odavasz nekünk a játék egy járművet, egy kocsit, nem tudom, hanem hogy azt is meg lehet venni energiáért. Természetesen erre célos. Ugyebár, ahogy említettem, még a negatívumokhoz volt sorolva, de jó, igaz, végül is az már csak a megoldás volt, de ahogy a negatívumokat említettem, hogy építkezni lehetne a játékban, tehát vagy nem is tudom, ilyen falat építeni esetleg igazából nem lenne rossz, tehát ahogy vannak itt fák is, és akkor abból lehetne már egy, nem is tudom, egy falat építeni, hogy nem tudom. Tehát az hamarabb így elkopna, mint a rendes energiafal, de mondjuk az már egy kicsit megkönnyíteni az, hogyha nincs energiánk, de áttörtek a penészek, és akkor vissza akarjuk őket tartani, hogy ne pusztítsák el az egész ökoszisztémánkat. Tehát szerintem ez egy nagy ötlet lehet, de ez csak egy javaslat. Így hirtelen annyit tudok elmondani a játékról, szerintem egy nagyon jó játék lesz belőle, hogyha kijön a teljes verzió. A teljes verzió 1.3-tól fog kezdődni, és Steam-en lesz elérhető bizonyos összegért. És mielőtt kijön a játék, azelőtt is lehet támogatni, mivel a Facebook oldalokon van egy lehetőség, ahol támogathatjátok bizonyos összegért, természetesen ezt ti határozzátok meg, hogy 500 forint, 500 forint, 1000, 1000, 10.000, 100.000. Annyira nem megyünk túlzásba, de értitek, mire célzok én. Tehát, hogy srácok, ha gondoljátok, támogassátok őket, hát ha még ennél is jobb lesz ez a játék. És én búcsúzóul szeretnék megköszönni nektek, hogy csináltam egy videót erről a játékról. Nagyon, nagyon jó játék szerintem. Ebből sok mindent ki lehet hozni, és remélem, hogy sok mindent ki fogtok hozni belőle. És amint megjön a teljes verzió, szeretnék arról is egy videót csinálni, hogyha nem hallottok meg érte. Na srácok, köszöntöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett a videó, akkor természetesen ne felejtsétek el lájkolni, és hogy ne maradjatok a további tartalmakról, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!